Kitehetik a Politika Történeti Intézetet a Kossuth térről, a mostani Néprajzi Múzeum épületéből, sőt, minden bizonnyal ki is fogják tenni, hogy a kúria költözhessen vissza a patinás épületbe. A kérdés, hogy mivel és hogyan kompenzálják az intézetet. Az illetékes államtitkár szerint semmis szerződésen alapul az épület használat, ezzel egy időben ugyanakkor egy törvényjavaslat is született, mégpedig az ott törzött közokiratok országos levéltárba helyezéséről. Az intézet vezetője Földes György a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük a levéltárral, ami ugye talán a frissebb probléma. Államosítani akarják, úgymond az önök által őrzött okiratokat. Mi ezzel a baj? Hát először is az a baj, hogy ez a mi tulajdonunkban van, vagy ha nem a mi tulajdonunkban, akkor mások tulajdonában, például a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének a tulajdonában, ami nem kis mennyiség. És nem lehet bízni abban, hogy az országos levéltár ezt majd méltóképpen megőrzi, karbantartja, állag megőrzi? Abszolút lehet bízni benne, csak ennek a műveletnek semmi értelme nincs. Hiszen mi karbantartjuk, megőrizzük, kutathatóvá tettük, 22 éve dolgozik ez a levéltár, és sohasem ilyen probléma nem merült fel a működésének a szakszerűségével kapcsolatban, közmegelégedésre dolgozik. Tehát ennek az államosításnak önmagában véve szakmai értelemben csak problémái vannak, értelme nincs. Biztos gondolkoztak azért azon, hogy milyen logika lehet mégis mögötte, mire jutottak? Hát kettő biztos lehet találni. Egyik érdekes módon egybeesik a másik témával, amivel vagyis amiről az beszélgetni akarom. Igen, tehát miután a kormány biztos úr szerint nekünk jóval kisebb épület is elég lenne a jelenleginél, ezért, hogyha még kevesebb levéltári anyagot kell őriznünk, akkor még kisebb épület is jó lehet a mi működésünk céljából. Tehát ugye eddig 4500 négyzetméteren helyezkedtek el, és olyan 1000-1500-at ajánlanak. Igen, de ezzel nincs is önmagában baj. Azzal van baj, hogy ez a kormány több éve nem támogatja a Politika Történeti Intézet közhasznú tevékenységét, tehát ez már egy előjel le volt annak, ami itt készülődik. Utána lett az alkotmány preambuluma és az átmeneti rendelkezések, amelyek az előző korszakról úgy nyilatkoztak, ahogy. Tehát itt van egy politikai megrendelés, amit a kormány biztosnak teljesíteni kell. És ebbe a politikai megrendelésben most a költözködéstől függetlenül ön szerint hogy illeszkedik a levéltár államosítás? Hát gyönyörűen, mert ez a centrális előtér politikájához illeszkedik, hogy tűnik a balódat benne kell tartani egy olyan múltjába, amit már múltként lehetne kezelni, és már messze túllépett, és 22 éve vagyunk a rendszerváltás után. Tehát láthatóan itt egy olyan politikai törekvés van, hogy a baloldalt a szélsőséggel kell szinonimizálni, és vissza kell tolni az előző rendszerbe. Hiába de ha volt a szakszervezeti anyagokat, a történeti dokumentumokat nem önök őrzik, hanem az országos levéltár, az ebbe hogyan? Hát ez fölmerül a kérdés, hogy miért nem őrizhetjük. Tehát miután itt szabadon kutathatom, miután mi szabadon őrizzük, föl kell tenni a kérdés, hogy mi ennek az értelme. De hogy mondjuk például feltételezzük, hogy majd nem lesz szabadon kutatható? Hát ezt mi nem feltételezzük, hanem azt kell feltennünk a kérdés, hogyha nálunk szabadon kutatható, akkor miért kell államosítani? Hát például azért, hogy megkíméljék önöket ettől a költségtől, hát ez amit ez jelent, hiszen ugye állami támogatást, mint ahogy az előbb mondtam, mert nagyon régen nem kapnak ennek ez az irattának. Ez nagyon kedves, csak vannak olyan levéltárak a világon, itt Magyarországon és másutt is, ahol kifejezetten azért vannak anyagok, mert nem kívánják állami őrzésbe adni emberek és szervezetek az irataikat, hanem úgy gondolják, hogy ez nekik külön fontos. Például, hogy egy élő példát mondjak, a Magyar Szocialista Párt iratait is őrizzük, tehát az 1989 utáni iratokat, és érthető, hogyha a Magyar Szocialista Párt nem kívánná a Magyarországos Levéltárban elhelyezni a maga anyagait, és általában minden magára adó és történelmi múltra visszatekintő párt nem nagyon állami levéltárban szokta őrizni az iratait. Az Egyesült Államok összes elnökének magánlevéltárban vannak az iratai. Harcolni ezzel fognak így aztán a leveleikért? Az anyagainkért, tehát a jogainkért fogunk harcolni, és az érdekeinkért. Tehát a kettő szerencsétlenül kapcsolódik össze, itt az épület és a levéltári anyag ügye összekapcsolása mutatja, hogy itt nem egyszer a ló lába ló ki ebben a történetben, maga a ló is. Tehát itt van egy politikai szándék, hogy a mi intézetünk működését a lehető legkomolyabban korlátozzák. Mind persze a tudományos, mind a baloldali szellemi műhelyként történő működését. Persze gondolom a harc az különböző formát tud egyiket a másik ügyben ölteni, hiszen ami a költözést illeti, azzal kapcsolatban már azt mondta, hogy arra hajlandóak, hogy ott hagyják ezt az épületet, csak az a kérdés, hogy milyen mértékben kompenzálják önöket, míg hogyha jól értem, akkor a levéltárban tartott iratanyag átadása az önmagában problémás az önök számára. Hát így van, tehát itt egy államosításról van szó, az államosítás esetében mindig fölmerül a kártalanítás kérdése.
a levéltári anyagok ügyében is 22 éve őrizzük, nagyon-nagyon sok szellemi erőforrást fordítottunk arra, és anyagi erőforrást, hogy ez anyag kutatható legyen. Tehát, és az épületre is ez igaz. Tehát akkor, ha a kártalanítást megkapnák a levéltárra is, akkor átengednék az anyagokat? Hát a levéltári anyag az egy elvi kérdés, ez messze túlmutat, és vannak olyan ügyek, mint például a szakszervezet anyagai, ami nem is a mi döntési kompetenciánk, hanem a szakszervezetek. És magánszemélyek is. És mi a helyzet az épülettel és a használati joggal? Ugye azt mondja az illetékes szerv, hogy a kormány szerint az önök használati joga egy semmis szerződésen alapul. Ez pontosan hogy és mint van, és miért semmis, ennek nem találtam nyomát, de gondolom valahogy azzal függhet össze, hogy eredetileg ezt az épületet nem önöknek, hanem az önök jogelődjének, az MSZNP pártörténeti intézetének adták használatba. Hát itt az a kérdés, hogy minden jó cselekedet egy adott összefüggésben az ellenkezőjére fordulhat, úgy állítható be, mintha itt valami családmanőver lenne. A politikatörténeti intézet jogelődje is már évtizedek óta ebben az épületben nem volt, és a rendszerváltás után fölmerült, hogy mi legyen ennek az anyagnak a sorsa. És akkor még szó sem volt arról, hogy nem a mostani, hanem a korábbi államosítás megtörténjen az egykori állampárt irataival. Tehát nekünk azt őrizni kellett. Ennek az őrzésének, ennek a feladatnak az ellátására kötött velünk az akkori magyar kormány, a magyar állam különböző megállapodásokat, és mi ennek megfelelően használtuk ezt, és a jogaink úgy gondoljuk, hogy megkérdőjelezhetetlenek, és be kell tudni bizonyítani, hogy másoknak, akik ezt vitatják. De ha jól értem, akkor itt egy anyagi természetű vita is van alapvetően, tehát hogy önök számszerűsíteni akarják ezt a használati jogot, és úgy gondolják, hogy az nem egy 1500 négyzetméteres ingatlanra jogosítja fel önöket. Azt gondoljuk, hogy a használati jogunk az egy vagyoni jog, amely a tulajdonjognak durván a felét szokta kitenni a magyar joggyakorlatban. Mi erről beszélünk, hogy ha ezt kapjuk meg, és utána az intézet elhelyezésről beszélni, de elnézést kérek, használott a felkonferálásban egy mondatot, hogy kiteszik a politikatörténeti intézetet az épületéből, ez így nem működik a mai magyar jogrend szerint. Hát, mi készek vagyunk korrekt eljárásban átengedni a kormánynak ezt az épületet, hogy más célra használja. Az azt jelenti, hogy ha önök nem érzik korrektnek az eljárást és mondjuk az ajánlatot, akkor bíróságra mennek? Hát nem nekünk kell bíróságra mennünk, hanem a kormánynak, ha nem érzi a mi magatartásunkat jogszerűnek, ami szerintünk viszont egyértelműen az. Tehát, hogyha nem tudnak megegyezni, akkor önök maradnak és megvárják, hogy a kormány bíróságra menjen. Hát nem ez a jó szó, mi felajánlottuk, hogy megegyezünk, és nem is látjuk okát, miben hogy miért ne egyezhetnénk meg. Meg? Mi az, amit hát nyilvánvaló, hogy ennek az értéknek az ellenértékére van szükség. Csak, ez kell egy épület, és valami fajta anyagi kompenzáció, mint azért, amit ezen a területen, illetőleg az önmagunk fenntartásáért tettünk. De most ugye a város egyik legjobb, legkiemeltebb pontján, egy patinás épületben 4500 négyzetméteren vannak. Ennek megfelelő elhelyezést szeretnének a jövőben is, tehát szintén belváros, 4500 méter patinás ódon épület, vagy azért ebben van kompromisszumkészség? Nem tartunk még itt, a kormány biztos úrnak csak annyit mondtam, hogy nem szeretnénk az északi járműjavító mozdonyforgatójánál helyet kapni egy új helyzetben. Kész vagyunk minden megoldásra észszerűen mérték. Értékelni, nem ragaszkodunk négyzetméterekhez, a jogainkhoz és az ellenértékhez ragaszkodunk. És az irataikhoz. Hát természetesen. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtál.